Sziasztok, sziasztok! Sziasztok, sziasztok mindenkinek, sziasztok! Mi a helyzet? Jó reggelt mindenkinek, jó reggelt! Sziasztok! Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt! Mi újság? Jó reggelt! Mi lesz a mai menü? Kérlek szépen! Pásztor tarhonya. Pásztor tarhonyát csinál majd a Timi, majd YouTube-on lesz. Sziasztok mindenkinek, jó reggelt! Pásztor tarhonya lesz, én meg most csinálok palacsintát. Csinálok egy kis palacsintát. Hát tegnap is akartam csinálni, csak nem volt kedvem. Veszünk elő vaníliás cukrot is. Mert akkor meg kell keresnem a... Bazd meg, hogy állandóan összekeveri minden, bazd meg. Nem bogók a bogyók el, meg nem bazd meg, hanem szóda bikarból. Annyi minden van itt, gyerekek, hogy hát ennyi fűszert én nem is láttam, bazd meg. A boltban nincs ennyi fűszer, ami itthon van. Mindjárt vagyok, gyerekek, csak keresem a szódabikarbóna. Nem is itt van, bár hát ide raktam. Itt sincs. Sziasztok, sziasztok! Nevezd meg rólad, hova raktad? Nem hiszem el, bazd. Az meg ennyi fűszer. A boltban nincs ennyi fűszer, az meg ami itt van. Úgy, lesérd az meg. Most keresem meg, hogy hol van a... Ah, ez az, bazd meg, boróka bogyó. Nálatok is ennyi fűszer van otthon? Itt van a bazmeg a legalján volt. Palacsintát csinálok, Tim meg majd pásztor tarhonyát. Ennyi fűszer van a boltba is. Van is minden. Hát már abba kell
palacsintába kell szódabikarbóna. Higgyél nekem, nézz utána. Nézz utána, jó? Na. Kettő darab tojás. Többet nem is kell belerakni. Fölösleges. Kell bele olaj is. Kell bele só is. Rakunk egy ilyen kis csipet sót. Minden süteménybe, palacsintába kell sót. Rakunk bele vaníliás cukrot. Hát kakaós nem lesz, nutellás lesz, meg lekváros. Kurva drága Nesquik kakaóbor, 3000 forint. Szóval mikor bóna. Nem kell bele sok, csak egy ennyi. Így. Kell bele cukor. Jó, elnézést, olaj. Szépen most kikeverem. Sziasztok. Nem sok cukor, amit beleraktam. Sok cukor, amit beleraktam, ne izguljatok. Mit akartam? Előveszem a robotgépet. Sziasztok! Kell liszt. Kell egy kis tej. Nem sok tejet öntök bele, mert kicsit tejet bele, ennyi bőven elég. Én ezt a vizet szoktam bele.
ezt a jó dúsítottat használni. Na mindjárt öntök még bele lisztet. Mindjárt megnézzük, hogy milyen. Rám fröccsögött az egészre. Én mindig is szoktam megnézni, hogy esőnek áramtalanítok, nehogy elinduljon véletlenül. Na, akkor mehetünk a sürgősségére. Sziasztok, sziasztok! Tökéletes az állaga.
gyertek, átraklak ide titeket a... Ide átraklak titeket, jó? Sziasztok, sziasztok! Készül a finom palacsinta. Itt van, be van már keverve a cuclé. Nem tudom, hova rakjam ide. Szia Jumbi, sziasztok mindenkinek! Mindenkinek kellemes hétvégét! Ki mit főz, ki mit csinál, ma jó idő van gyerekek! Csak a tefál. Én egy picit szoktam még belönteni. Előveszik a palacsinta. Cuccol. Elég lapos tányra, amire kirakom majd a palacsintát. Várjatok, nézzétek, inkább ide rakom, jó? Ide rakom, hogy szóltok hozzá. Jobb az, nem jó? Nem. Visszaraklak ide titeket. Van benne tej is. Van benne tej, de a legtöbb ez a Szent Király, ez a dúsított. Ez extra dúsított. Hagy forrósodjon fel. Még itt átkevergetem a tésztát. Amúgy a Timi szokta csinálni a palacsintát, nem én. Timi szokta. Csinálni, nem én. Azt ennyi. Nem fóliát veszek elő. Miben van disznózsír? Föl kell rendesen jönni. Ez agyom már eldobom. Na, miért dobod el az agyad? Ne dobd el, korra reggel. Ja, amúgy nálam mindig ez van, az első az kuka, gyerekek. Nem biztos. Már mindjárt kiderült. Várjuk meg. Amúgy a Timi szokta csinálni, mert ő szokta csinálni a palacsintát, nem én. Jó lesz ez, jó lesz ez, ne izguljatok! Pásztor tarhonya lesz. Thank you.
Jó. Nem baszódott el az első, úgyhogy jó lesz. Én olyan finom palacsinta tésztát tudok csinálni, gyerekek. Verjem anyád, vagy meg a tiedébe. De úgy, hogy megérezze. Ha ma apád nem tudja anyádat megkúrni, rendesen bazzom. Igazából. Persze, hogy jó lesz. Hát én olyan finom üzét szoktam csinálni, palacsinta tésztát, gyerekek, hogy megszólalt. Köszönöm. Sziasztok, sziasztok mindenkinek, sziasztok. Ne foglalkozzatok a negatívval, gyerekek. Nem kell velük foglalkozni. Ezekkel nem szabad foglalkozni, mert ezeknek nem szabad teret adni a negatív embereknek itt a live-ba. Értitek? Nem szabad ezeknek teret adni. Én akkor mindig leszoktam takarni zacskóval, mert ugye akkor puha marad. Így is puha marad, mert van benne szóda bikarbóna, úgyhogy... Jó lesz, gyerekek. Nyugi van, nyugi van, nyugi van a placon, jó? Nyugi. Nyugi van és békesség van, jó gyerekek? Én alapból szoktam belerakni szódabikarbónát, úgyhogy mi lesz a menü? Kérlek szépen, a Timi csinálja majd a pásztortarhonyát. Jó, kolbászosan, krumplisan, paradicsom, paprika. Én meg csinálok egy kis palacsintát. Tegnap is akartam, már meg tegnap előtt is, de úgy elment az idő. Tartjátok a hagyomány? Nem. Nem tartunk mi semmit. Ó, köszönöm! Táncoló Maci! Így csinálta Maci. Bejött. Így csinálta. Köszönöm. Köszönöm, köszönöm, merszike. Nem szabad ma húst enni. Hát gyerekek, valaki még enni se tud, örül, ha húst ezik. Gyerekek. Köszönöm, köszönöm, sziasztok, aki most csatlakozott. Készül a finom palacsinta. Lesz nutellás, 825 grammos. Lesz nutellás, meg vettem ilyen vegyes gyümölcslekvárt. Kakaós most nem lesz Nesquik kakaóporos, már 3000 forint a Nesquik kakaópor, úgyhogy mondta Timi, hogy akkor inkább maradjon ki a Nesquik kakaópor. Pásztor tarhonyát csinál a Timi, majd megy élőbe YouTube-ra. Úgyhogy majd menjetek át oda. Mindig ilyenkor megnyom. Én szeretem, amikor van egy kis pötty rajta.
Nem minden esetben olyan a pötty, amilyen kell, hogy legyen. De... Jó lesz! Jó lesz! Hány darabot csinálsz? Nem tudom, hát egy ilyen fél kiló lisztből csinálom. Most nem, nem egy kiló lisztből. Azt nem próbáltam még. Az a baj, hogy én egyszer vettem ilyen mackós kakóport, megszárította a palacsintát. Én inkább maradok a Nesquiknél. Az bejött. Már ezer éve. Hastól, ne foglalkozz a hassa. Jó, ez így. Kicsit cellőzik a... Ne foglalkozz vele. Nem kell alá olaj? Nem be Stefán. De amúgy van a tésztában is olaj, meg mielőtt nem kezdtem el a sütés, akkor öntöttem egy picit. Ilyen 4-5 darabnál kell egy pici olaj, de amúgy ez Stefán, úgyhogy... Nem teflon, tefál, tefál. Rá van írva, hogy tefál. Palacsintát csinálok, lekvárost meg nutellást. És megborotválkoztam mindenhol. Pudingost is csinálsz? Nem, nem, nem csinálok. Szoktam így mixelni közben. Olyan puha gyerekek. Megszólalna. Most, na. Ki tud, az tud. Aki meg nem, az kritizál. Ennyi, Andika. Ha nem dolgozol, idióta, nagy péntek van, hova dolgoz? Hát senki nem dolgozik. Senki nem dolgozik. Nagy péntek van. Zárva van minden. Érted? Épp volt csak egy kis csepp, csepp kell bele. Csepp a tengerbe. Hát biztos valaki dolgozik, hát én szabadnapos vagyok. Nekem hosszú hétvége van. Most nem gyártjuk a videókat Honey Friends-re. Elmúlnak az ünnepek. Nem, ilyenkor nem, ilyenkor pihenés, ha hosszú hétvége van. Majd ha elmúlik a hosszú hétvége, majd akkor...
Ennyi. Látjátok, én ezért szeretek feljönni ide sütni, meg enni, mert megkívánjátok, és ti is megcsináljátok. Értitek? Ennyi a lényeg, hogy ragadjon a bélyeg. Sziasztok, sziasztok mindenkinek, aki most csatlakozott. Olyan jó idő van, gyerekek, süt a nap, nem fúj a szél, de nem, Gerci, olyan szél volt, még engemet is elfújt, pedig 134 kilójuk, ez rendesen így vitte el, gyerekek. Így van, jó kis palacsinta. Nutellás lesz. Csak a 825 grammos. Megvettem ilyen vegyes lekvárt. Kakós most. Nem lesz túrós, hát nem akartam, mert nem nagyon szeretem a túrós palacsintát. Megeszem, de az annyira nyomós, gyerekek, hogy megesz egyet, az tele vagy. Ennyi. Jó, amúgy is hó vége van, hát ennyi. Semmi különös, sütök egy kis palacsintát. Pedig nem is iszok sört, gyerekek. Pedig nem is iszok sört. Timi az itt van bent a live-omba. Itt néz. Ja. Én se tudtam palacsintásokni, mindig leragadt, gyerekek. Mindig néztem a Timinek a technikáját. Timi az így kézzel fordítja meg az egészet. Nem ebben a szarral. Kézzel, gyerekek, így. A palacsinta tészta receptje. Én úgy csináltam, hogy 2 darab tojás, vaníliás cukor, nem, 2 darab tojás, kicsi só, vaníliás cukor, egy kicsi szódabikarbóna, kristálycukor, olaj. Ezt így összekevertem. Egészet kikevertem, és utána raktam bele a lisztet, egy pici tejet, a többi az meg mindez a dúsított szóda. Azt ennyi. Nem ragad le, látod? Látjátok, nem ragad le. Eddig nem ragadt le, pedig láttátok, azért öntöttem bele cukrot. Megpróbáltam feldobni, de... Nem hiszem, hogy fog sikerülni. Az azok meg sem mozdul. Inkább maradok így. Nem kockáztatok, mert az a baj, hogy megforgatnám, azt lehet leragadna. Inkább jobb így.
Jobb így, gyerekek. De jó idő van. Kell ma menni valamelyre sétálni, vagy valami van. Jó az idő. Küldöm a pencsóró. Na, küldd a pénzt! Nálunk is így van, hogy én csinálom a tésztát, Timi meg süti. De most én csináltam megint a tésztát, és most én sütöm. Na persze. Amúgy olyan köszönöm szépen a rózsákat. Amúgy én olyan finom palacsinta tésztát csinálok, hogy aki elvett a palacsintámból, mindegyik azt mondta, hogy hú, bazd meg, hogy csinálok. Valaki szokott tizét is, nekem nincs türelmem. Amúgy nekem sincs hozzá türelmem. Azért mondom, a Timi szokta csinálni. A Timi majd megy YouTube-ra csinálni a pásztor tarhonyát. Mennyit fogsz megenni belőle? Hát nem szoktam olyan sokat, ilyen 5-6-7-et szoktam enni amúgy. Nem szoktam sokat enni. Sok van még? Akad. Van, van, bőven. Sziasztok, sziasztok. Nincsen kakaós, úgyhogy kakaós nem lesz. Csak lekváros lesz, meg nutellás. Ez ebédre lesz? Igen. Köszönöm, Ninja. Köszönöm. Milyen márka a serpenyő? Tefál. Lángos nem lesz valamikor? Hát majd csinálok valamikor. Amúgy tudok lángos. De inkább jobban szeretik elmenni oda a skálához. Azt inkább ott teszek lángost. Az finomabb. Az valami finomabb. Kiírt valamit, mert nem látom. Sziasztok! Mehetnek a tiltások, köszönöm!
Aki nem tud viselkedni a live-omba, mehet a tiltás. Köszönöm szépen. Sziasztok! Ilyen főzős le, mit csinál? Ilyen főzős. Lehetnének ilyen főzős live-ok, szerintem lenne rá igény. Hát amúgy, ja. Ja, amúgy. Sziasztok mindenkinek! Most csak vakodott. Sziasztok, sziasztok! Szerintem egy kicsit nem akarod átvenni, hogy ki akarok menni egy cigire? Akkor utána létszi, gyere már, én ki akarok menni cigizni. Ja. Nem, nem portobágyi palacsinta, sima palacsinta, nutellás, meg lekváros lesz. Remélem a Milu nincs bent a live-omban, nem látja, hogy sütöm a palacsintát. Nő létedre ilyen beírsz, hogy dagad, geci. Basszájba jó édes kurva anyádat. Egy korrek. Jó, Istenem, mennyi idióta van, bazdmeg. Sziasztok, sziasztok. Köszönöm szépen, jól vagyok. Timi az cigizik, utána megy tusolni. Persze, hát mi ne békültünk volna ki. Sziasztok, mi a recept? Tojás, vaníliás cukor, kristálycukor, só, olaj, szódabikarbóna, liszt, kicsi tej meg szóda. Így van, Gabriella. Ja, én is kettőbe szoktam belerakni. Milyen palacsinta lesz? Nutellás meg vegyes lekváros. Nesquik kakaós, az nem lesz, mert 3000 forint a Nesquik kakaópor, úgyhogy én meg csak azt teszem meg.
Ja, de hogy megpróbálom feldobni, de nem ígérek semmit, mert én nem szoktam így dobálgatni. Én megfordítani szoktam ugyasba. Nem dobálózgatok itt. Sziasztok! Így van. Erre szobd le neked a dagatnak a faszát. Köszönöm, köszönöm. Palacsinta lesz, igen. Én se tudom. Megpróbálom, de nem ígérek semmit, gyerekek, hogy... Megpróbálom átfordítani dobással, jó? Akkor küldjetek be egy táncoló macit. Igen, táncoló macit küldjetek be. Ezek vakok, Noémi, hát látják, hogy palacsinta készül. Ennyi, Brigi. Bármit megcsinálok. Szeretek sütni, főzni. Ennyi. Köszönöm. Jöhet a táncoló maci, és már dobom is. Olyan szép az a táncoló maci. Na, jön táncoló maci, nem jön? Nem lesz dobás. Látjátok, meg sem mozdul. Ezért nem szoktam dobálni. Ezért nem szoktam dobni, mert nem akar megmozdulni. Úgy, mint itt megmozdulna, akkor az úgy jó lenne. Akkor az úgy jó lenne. Köszönöm szépen. Mennyi van még? Hát van még, gyerekek. Több mint fél kiló lisztből csináltam. Melyik a táncoló maci? A 500 forintos. Az 500 forintos. A táncoló maci. Köszönöm, köszönöm. Mit teszel majd bele? Lesz lekváros, meg nutellás. Ennyi. Ez fél kiló lisztből van? Hát kicsivel több, mint fél kiló liszt. Kicsivel több. Ha lesz táncoló maci, vagy nem lesz táncoló maci? Azért eldöntöm, jó? Mert a tiltás, köszönöm. Ő, Stefál. Stefál, nagyon ritkán kell egy nagyon pici olajat belerakni, egy nagyon picit. Stefál. Ebben nem ragad bele. Ha most nem is raknák bele olajat, mert ugye alapból a tésztában van olaj. Úgyhogy, terhes vagy, ikreket várok, ökröket. Sziasztok, sziasztok!
Mondok nektek, kedves negatívumok, egy jó locsoló verset. Figyelj! Zöld erdőbe jártam, felmásztam egy fára, lehúztam a nadrágom, kilátszott a két húsvéti tojásom, szabad elocsolni. Szopjatok ki, negatív gecik. Próbálom bazd meg főzni. Várjatok egy kicsit meg alá. Alá kell itt gyúrni. Látjátok? Nem megy. Letapad bazd meg. Hoppálé. Nem kockáztatok, gyerekek. Nem tudom, én ezt nem tudom átfordítani, gyerekek. Nem kockáztatok. Kicsit öntök még bele, már kezdő sűrűsödni. Kezd sűrűsödni, és aznak szeretem, amikor normálisan tud elfolyni. Most lesz a jó. Ugye, hogyha ez sűrűsödik amúgy, nutellás meg kakaós lesz. Ilyenkor fel lehet dobni, de ilyenkor én már nem forgatom. Nem sérül. Nem sérül. Nem úgy. Én nem karcolom. Sziasztok, sziasztok mindenkinek! Pudingosat nem szoktatok? Nem. Ezt nem csinálok, pudingosat. Szia, mi az ebéd? Kérek szépen, majd pásztortarhonyát csinál a Timi. Én meg csinálok palacsintát. Ja, én jobban szeretem a lekvárosat. Te is palacsintát csinálsz? Ennyi. Nem, hortobágyi lesz. Megyek fel, és alaprendbe rakom magam, kosikáltam. Hogy tőleg? Hát szerintem a tegnapi fontrán, hát arra sem van. Ez elég frissítő, ez. Nem vettünk izét bele. De ez mi a folyosói van? Igen. Azt itt előtt. Megyek fel, és alaprendbe teszem magam, azt jövök, jó? Szerintem most én is TikTokra lépek ám föl. Mármint a főzéssel. Most mármint a főzéssel.
csúszanak tőlem azért, mert ne csúszanak tőlem azért, mert ne csúszanak. Majd jön a Timi, majd. Most megy zuhanyozni. Annyit mondjatok már meg nekem, nők, hogy ez mitől van, hogy leáztam a lábamat, nem jól húztam le a gyöntőt. Tiszta vér a lábfutásos neki a lába, gyerekek. Nem, valamit töntem, én nem jól csináltam. Na lehet megégett. Nem megégett, az a vér a lábfutás, szerintem a hirtelen mozgat. Hogy kell úgy gyantázni, hogy ne legyen vér a lábfutásos a lába. Azt írják, lehet allergiás fogyra. Nem vagyok allergiás a gyantára. Hát elég csúnya lett neki. A vér aláfutás kapott. Ahogy letéptem, utána lépte. Na nézzétek meg, ilyen a neki a... Ilyen a... Ilyen lett, ahogy... Ahogy lehúztam, így. Hogy legyantáztam. Kérdezik, nem volt túl meleg? Nem volt túl meleg. Mondom, ahogy letéptem a csikot, ugye ezt fájt, így. Mint az őrület, fájt. És utána lett véraláfutásos, ahogy letéptem. Azt írják, hogy lehet megvertek. Jó Istenem. Basszam ki a jó édes kurva anyátok meg a száját. Ugye 13 év alatt nem ütöttem neki egy pofontot. Ennyire idióták hogy lehettek? Lesz a liba végén egy az egy. Nem lesz itt semmi egy az egy. Nem, ő nem gyantást találvált, ő borotvája a Timi. És most valami, ő azt mondta, vesz gyantát, meg vettem gyantacsíkokat, azt, meg még külön vettem krémet is, hogy a végén lekrémezi. Ja. Ja, palacsintát sütök. Pa, palacsinta. Rosszul tépte le, nem? Lefele izéta és fölfele húzta. Hát nem kell hozzá tudomány meg szakma. Lefele, ugye, fölnyomta magára a gyantát, rárakta a gyantapapírt, és akkor fölfele, ugye szálirányba kell húzni, ugye fölfele kell húzni, nem lefele, fölfele. Ugye lefele megy a szőr, ezért kell vissza. Vékony a bőre, azt mondják, hát amúgy tényleg vékony amúgy neki. Az tény is való. Csak így megpöckölném neki, így, azt már vér aláfutásos lenne neki. Elég, ha csak így csinálok neki a... És akkor ilyenkor mi van? Semmi. Ja, meg annyit kérdezzél már meg tőlem, amikor gyantázom a lábamat, utána mi a fasszal mossam le a gyantát, mert nem akar a gyanta lejönni a lábamról. A maradék gyanta, ott ragad. Már raktam már rá krémet, olajat, mindent, és ugye amikor legyantázom a lábamat, utána le kéne valamivel, ami leviszi a gyantát. Lehet olaja, nem? Lehet gyanta, lemosó. Csak a izé a napraforgó olaj, gyere, rányomjuk egy állócsorom a... Babaolaj, azt írják. És honnan szedjed babaolaj? Hát most már sehol, mert zárva van minden. A masszás olaj jó rá, gyerekek, ma az van. Olaj, azt mondják sima olaj. Igen, azt írják, jó a masszás olaj is. Akkor jó. Akkor azért vittelek. Sima is jó. Húsvéti menü mi lesz? Semmi. Pászoltarhonyát csinálunk, palacsintát. Vannak ilyen romlott sütemények.
Vannak ilyen romlott sütemények itt végig, meg itt is van, meg minden fajta van. Ja. Ja, a hűtőmágnesa. Lóvi. De csak az a baj, hűtőmágnes. Már mióta nem láttam azért igazi papírpészt. Nyere meg, jó, de nyisd ki az ajtót. Hát már te mész zonyozni, enged, ízé, nyisd ki az ajtót, ha nem vagy a szoba. Semmi baj, de nem kell, ízét ki. Na jó, de szól az nem, mutatok. És? TikTokon vagyok. Jaj, tényleg. Jaj, bocsánat, akkor... Gyere meg hisz szerelmem, jössz? Nem az szarva, mikor mondom neki ezt, hogy szólni. Imádom, miért vagy beszarva? Ne szarjál beszarva. Na te, gyerekek. Sziasztok. Hát megijedtem, azt hittem a Milú jött már be. Sziasztok, sziasztok! Újra együtt vagytok. Eddig is együtt voltunk. Pogyókúra, így van. Megkívántam a kórát. Ennyi. Amúgy. Mutkó verekedtetek, nem verekedett senki. Te valami, te melyik adást nézted? Csak kettőt? Vagy a sportot nézted? Vagy mit néztél te? Itt nem verekedett senki senkivel. Csak ez szimpla veszekedés volt. Semmi más. Mehetnek a tiltások, köszönöm Módik. Így van, jó kis palacsinta. Nem, nem írta, ne, nincs itt a Milú, nem láttam a Milút. Nem láttam a Milút. Nagyon megy a chat falu, úgyhogy nem láttam a Milút. Nincs itt a Milú, nem látom. Azért mondom, nincs itt a Milú. A Milú az még alszik, az még csicsikál a Miluka. Milikó az még csicsikál, sokáig dolgozott. Milika nincs itt. Nem is fogja látni, hogy sütöm a palacsintát. Ha meg rájvozok, nem is fogok enni palacsintát. Vendég fürdik, apát fürdik, pont itt van. Most hagyott itt 70 ezret. Én most vagyok a leghelyesebb. Ott nagyon sovány voltam. Bőjt van vágott, hát bőtöljetek gyerekek, hát bőtöljetek. Életetek, végig bőtöljetek. Gyerekek, valaki örül, hogy tud enni, nem hogy bőtöl. Hülyeségeket ne írjatok már valószínűleg. Örül, ha az ember eszik, nem úgy bőtől. Már nincs ilyen szokás.
Így van, na. Nutellás lesz, meg ilyen vegyes gyümölcs. Azt ennyi. Így van, sütök, főzök. Fogsz menni locsókodni? Még ekkora voltam, amikor locsókodtam. Sziasztok, sziasztok! Mehetnek a tiltások, köszönöm! Azt mondják Rákos, hogy fú, nagyon imádom a rákot. Nézd meg, ki is húgott a hajam. Hát ez van, gyerekek. Hát rákoló van, akkor rákoló van, gyerekek. Hát ennyi. Jó, gyerekek, majd én eldöntöm. Ha szétkarcolom, akkor elmegyek, azt veszek 10 000-é megint. Mert most mit foglalkoztok? De nincs felkarcolva, ne izguljál, mert ez csúszik rajta. Az. Esküszöm, ti úgy csináltok, mint a kölcsön adtátok volna a tefál palacsintasütőt, vagy én nem is tudom, gyerekek. El vagytok szédülve? Még mi van veletek? Fel tudod dobni? Hát most már így igen, így fel tudom dobni, de így, hogy nem... Nincsen rossz közérzetem a hasam miatt. Nem rossz. Én ugyanúgy tudok hajolni. Behajolok, bármit csinálok. Így is megy lefele a hasam. Szoktam felüléseket is csinálni. Amúgy. Tényleg szoktam felüléseket csinálni. Meg amikor sokat idegeskedek, akkor fogyok. Nem ég oda, ne izgulja. Ne izgulj, nem fog odaégni. Nem akarna fogyni, bazd meg, sütöm és nem akar fogyni. Mi a fasz? Nem akar fogyni, pedig látjátok, sütöm folyamatosan. Egy nagyon jó receptet tudok, ennyi. Ragzi lesz? Nem tudok róla, nem kaptunk meghívót. Nyomjuk meg a lájkot, gyerekek, nyomjuk meg a lájkot. Sziasztok, sziasztok. Timi az fürdik. Jó áll a pocak. Köszönöm szépen. Én már nem tudnám magamat elképzelni ilyennek, gyerekek. Nem. Hát nézzétek meg. Hát nézzétek meg. Hát itt így néztem ki. Úgy néztem ki, mint a Berényi Miki. Az üveg nincs benne, mert ugye azt kell belecsináltatni, mert darabokra törte a Timi ugye a fotót. Most vagyok a legszebb, gyerekek, nézzétek. De. Ó, ki vagyok sima. Na most azért van különbség, gyerekek. Ott rendes anorexiás voltam. Nem. De
meg meghullott a saját levegődbe, bazd meg! Hú, bazd meg ez a Daisy! Bazd meg, rendes iszik, az fulákor, halljátok? De rendes iszik, és ugye levegőt nyel, azt így izé. Úristenem, az a kutya. A izé az nem csinálja a Milo, bazd meg. Nem dobom fel, nem tudom feldobni, gyerekek. Az előbb is így összetapadt. Nem tudok egy kibaszott cigit elszívni. Mondd el, légy szíves, még egyszer a receptet, hogy keverd be, mert én most csatlakoztam és lemaradtam. 2 darab tojás. Egy csipet só. 2 vaníliacukor, kristálycukor, egy kicsi szódabikarbóna, olaj, ezt összekevered, az egészet, és akkor utána fogod, belöntöd a lisztet, egy 2-3 deci tejet, a többit meg szódával, ebből a dúsított Szent Királya. Aztán mi? Hát azt mondtam, hogy liszt kell bele. Mondtam, hogy liszt. Nem mondtam a lisztet? Akkor elnézést. Liszt. Mondtam. Azért mondom, hogy én is úgy emlékszek, hogy mondtam, hogy utána liszt, és akkor 2-3 deciliter tej, és akkor többi meg szóda. Így van, Anikó. Köszönöm szépen. Szereted a túrós palacsintát? Megeszem, de nekem az nagyon nyomós, nagyon laktatós. Úgy, mint a túrós tészta is. Megeszek egy tányéra és megtelek. Ez tefál. Hát ebben nagyon picike kell csak, de ritkán. Na majd ha ezt most kisütöm, akkor megint egy picit rakok bele. Majd a végére fog ide érni a Timi, amikor már csak 2-3 palacsintát kell sütni. Hát én nem szeretem, amikor laktató egy palacsinta. Az csak egy ilyen kis desszert. A palacsinta az ne azért legyen, hogy jól laktok vele. Az csak egy ilyen kis desszert, második, azt ennyi kész. Sziasztok, sziasztok! Igen, itt is jó most az idő, süt a nap. Én is megváltoztam minden. Nem hívok be senki. Timi az már ilyenkor kézzel fordítja a gyereket. Én nem tudom kézzel fordítani. Én csak így tudom fordítani. Lopd ki a picsába, ja. Így is. Hagyd repüljön. Rendes puha gyereke. Rendes puha a palacsinta. Rendes puha a palacsinta, gyerekek.
Én ilyenkor szoktam rárakni így zacskót, így, ne száradjon ki. Így ráterítem az acskót. Ti is így szoktátok? Mi lesz a mai menü? Kérlek szépen, pásztor tarhonyát csinál a Timi. Levest is csináltál, nem? Nálunk az ilyenkor nem fér bele, hogy leves, meg második, meg harmadik, mert az már úgy drága, gyerekek. Az úgy már drága. Azt mi nem engedhetjük meg magunknak. Szalvétát megvan, műanyag tetőm. Mi is igazad van, nekem is van műanyag tetőm. Itt van a... Az meg tényleg. De hülye vagy te, Roland. Tényleg, bazd meg. Tényleg, igazad van. Itt van, ez direkt azért van, de jó, hogy te van, bazma. Nem fog odaigni, ne izgulja. Ez meg elfelejtettem olajat már megint. Se baj. Nem baj. Ez palacsinta lesz. Sziasztok, sziasztok. Szép idő van, így van. Itt is süt a nap, tök jó idő van. Amúgy. Így van, Mercike. Már mint a palacsintát. Nem tudom feldobni, gyerekek. Én nekem nem megy. Én maradok a... enni. Köszönöm szépen, Mercike. Mondom, amire kijön a Timi, már csak három palacsinta marad neki. Amúgy. Nézzétek, hogy milyen puha. Rendes puha a palacsinta. Én amúgy nagyon finom palacsinta tésztát tudok csinálni. Adok helyett egy lángost. Ennyi. Jó, megfoghagymázva a kis só, tejföl, sajt, sétálósra összehajtod nekem, az hozd, de én megadok palacsintát. Ja, nincs is nyitva a skálán a Nutella lesz, meg vegyes lekvár. Nem, most palacsinta lesz, ennyi. Nem úgy volt a diétázó? Én mai napig diétázok. Ja, DJ Roli. Jó az élet, ennyi. Ámen. De hogy ég oda? Több is elégett oda.
Azért még marad a Timinek is palacsinta, úgyhogy... Nem kell szerelni. Nem úgy, amit ki kell sütni. Jesszú, nem kell szerelni. Elmondom, amit ki kell sütni. Igen, mindjárt írják meg. Olaj. Hány darab lesz, nem tudom. Nincs hang, jó van. Nincs hang, tényleg? Elment a hang, akkor cserélj telefont. Ez az, nekem Samsung S22 Ultra-n van, úgyhogy nem hiszem, hogy egy majd 600.000 forintos telefonnak elmegy a hangja. Mennyi? Majd 600.000 forint. Mégis 6 valamennyi. Annyi volt az eredeti ára. Nincs olyan, hogy egyszer ezek megy befőttet nektek, gyerekek. Aztán kinek a pénzéből? Bazd meg, kinek a pénzéből? Hú, bazd meg. Ja, ingyen hoztam ki a Vodafone-tól. Csak törlesztem. Ne foglalkozz velük, kicsi. Mindenki bántanak, engedem. Ja, persze, én elengedem ezeket, hát csak hülyéskedek velük, hát tudják jól. Plusz legjobb telefona, így van. Én androidos vagyok, úgyhogy... Ja. Nem szeretem az iPhone-t. Nem tudom kezelni. Nem tudom kezelni valami az iPhone, gyerekek. Ne kérdezzétek miért, nekem bonyolult. Amúgy. Tudjátok, mit nem csináltam? Hogy kivel kezdett a cigány kenyeret? Bodag, vagy hogy hívják? Na majd azt majd egyszer csinálok, amikor majd csinálok jó izé, jó lecsót majd. Azt majd ahhoz csinálok ilyen bodagot. Nem csináltam még soha. Aki esetleg tud egy jó receptet, az majd küldje át. De ami tényleg nagyon finom. Hogy szer? Szercseg a bőröm. Van baj, Gézi. Fejben. Neki mikor nem volt? Évegelszte. Amúgy. Mennyi palacsinta van még? Még mindig van, gyerekek, alig akar fogyni. Én nem tudom, hogy visszatöltődik, hogy mi a fasz van. Meg csak a fele fogyott el. Hány kiló volt? 134. Ezt a pulcsit soha nem szoktad kimosni? Szia, Zoltán!
készül a finom palacsinta, lesz nutellás, vegyeslekváros, üdvözlöm a Valentinát. Jó, palacsinta. Sziasztok, sziasztok. Tényleg el kéne szívnom egy cigit, mikor jössz a Ramon? Öltözök, menjek oda, bugyogóba, mert jó, ja, nem. Csúfosszam, kösz, nem. Te kezdted el, akkor csináljad. Úgyhogy sem mondtam, kezdjél bele. De jó, állaga van, de ne engedd meg jó a másikat. Túlsütötted, nem sütöttem túl semmit, nem sütöttem túl. Ugyanúgy sütöm, mint eddig. Semmivel se sütöm túl, csak ti látjátok úgy. Én hesek volna az ember. Nem tudom. Korog a porci? Tün-tün-tün-tün. Hány darab lett? Hát még van még ennyi vissza, hogy itt most hány darab van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, hát egy ilyen 18-20 darab van itt, körülbelül. Fordítva húztam fel a nadrágot. Na, akkor szerencséd lesz, ma küldik akkor az oroszlánokat neked. Hát ezt nem hiszem el, komolyan mondom. Nem szeretnék testépítő lenni. Soha nem is akartam. Én maradok inkább ilyen apa testű. 134 kilóval bedurantak. Hát jó, azért tényleg sok az a 134, érték. Hasam? Én amúgy nem vagyok ám dagad, gyerekek, nekem csak hasam van ám. Azt mondta 120 kiló. Gyerekek, combom nincsen, esküszöm nektek. Ez meg onnit, pfff. Hát miért van, combom nincsen, te hülye? De. Rendes, olyan a combom meg a vágni, mint a valami nagy izé kigyúrt embereknek. Biztos. Hát az biztos. Inkább a sok a zsírban. Látod alul a dolgokat? Gyere, Gina, nézd meg! Gyere! Fied, fied, csak neked árnyékba lesz a fejed. Nem fogsz kapni napszúrást, amikor így jobboázol. Na izgul, nem kell tükörből borotválnom a farszőrzetemet. Jaj, nekem nem is szokott lenni, mert mindig borotválom. És nem tükörből. Na, kíváncsi vagy rá, Gina, gyere, találkozzunk. Kicsit beszopkodod, és azt fogod mondani, tényleg Roland, árnyékban van a fejem, de jó faszod van. Jó lenne, ha tényleg nem lennék a barátok. Hát de most nem. Most neki nem tök mindegy, hogy nekem van hasam, vagy nincs hasam. Hát baszni akarsz, vagy mi le akarsz szopni, vagy mi a fasz van.
Tényleg nyáron kezdjél valamit, mert nagyon... De az egészséget megcsinálsz. De van, van moderátor, itt van. Itt vannak a módik. Tintintintint. Palacsintát csinálok. Tintintint. Mindjárt jön a Timi, gyerekek, csak el kéne szívnom egy cigit. Timi szokott főzni, persze. Ma nem sokára főzi, csinálja a pásztortalhonyát majd. Én soha nem szoktam főzni. Ő amúgy soha nem főzik, azt se tudja, hogy kell. Egy izét nem tud megcsinálni az acskós levest. Igen. Ezért szeretem. Nem tud megcsinálni az acskós levest. Ha izét se tudja használni a vízforralót, azt mondja, hogy kell ezt. Mondom, öntsél bele a vizet, ezt kapcsolod be. Na, nem csak ügyéskedek. Hányszor írod már be, hogy beleesj? Beleesj, éhes vagy, gyere adok palacsintát, rohadjál meg! Hú, bazd meg! Rendes éhesek vagytok, bazd meg! Nem hiszem el. Éhesek? Hát nagyon, bazd meg! Na, az egyik hülye elkezdi, folytassa a többi. Moderátorok, dobáljátok ki őket, köszönöm. Igen. Szerencsétek, hogy az Andi nincs itt, meg a vizé a Milu. Kibaszna titeket mindegyik. Sziasztok, sziasztok. Mondom, amire ide jön a Timi, marad már csak három palacsinta, bazd meg. Sziasztok, sziasztok mindenkinek! Sziasztok, sziasztok! Itt vagyunk 701-en. Kinek hogy telik a hétvégéje? A hosszú hétvége mit főztök? Nutellás meg lekváros lesz. Te hogy férsz ki az ajtón? Csak így. Csak így. Így nem férek el. Csak így. Köszönöm, Jennifer. Sonkát megfőztétek már? Nem lesz se tojás, se sonka. Egész évben ehetek sonkát, meg egész évben eszem a sonkát. Nem csak húsvétkor eszünk sonkát. Meg süteményt. Igen. Amúgy. Hát de most nem. Megpróbálom úgy, hogy a Timi. Á, ez nekem így meleg. Meg kell csinálni.
Buzi vagy? Ilyen szó Tibibe verjem. Melyik Tibibe? A Szabó Tibibe, vagy a Gáspár Tibibe, vagy melyikbe? Dohányzol? Persze, dohányzol. Ja, a Timi az így fogja, az így forgatja. De majd mindjárt meglátjátok. Ha mindjárt jön. Csak csinálja a szemöldökét. Élőben beszél rólatok. Kicsoda már megint, Barbie? Nem láttam, hogy ki beszél élőben. Ki beszél élőben már megint rólunk? Istenem. Hogy fingjak a szájába. Valami nő. Hagyj beszéljenek, köszönjük a reklámot. Timi is dohányzik? Persze. Sziasztok! Ezt szívjátok be, kedves rosszakarók, negatív emberek. Nem értem, ki beszél rólunk, nem is érdekel, adjatok, ne is írjatok be ilyeneket, minket nem érdekel az ilyen gyerekek. Nem is foglalkozok az ilyen gyerekek, hála jó Istennek, hagyj beszéljenek. Sütősarkán várnak. Na, vigyek le egy palacsintát, de kaptok hozzá lángost is. Meg egy kis gombócot is. Sziasztok! Mikor láttad utoljára a kolbászt? Tegnap este láttam, de most kinyitom a hűtőt. Itt a kolbász. Most is láttam. De mondom, ha leviszem a palacsintát, akkor azért tajkártyát készítsétek elő, jó? A sütő utca sarkán. Tajkártya legyen nálatok, jó? Tajkártya. Mert a mentősök nem tudnak összerakni. De már benne van az évben átkörül. Megjött a Kornél is. Szia, Kornél! Készül a finom palacsinta. Nutellás lekváros. Kakaós most nem lesz drága, a Nesquik. Hónap vége van. Majd 3000 forint a Nesquik kakaópor. Sütősarkán kutyába várnak, mondták. Jó, én is viszem akkor a két csivavámat, azok harciasabbak. Keveset dobtak, nincs kakaóra. Hát ez tény és való. Légy szíves, dobjatok valami nagyobbat, hogy tudjak jövő héten Nesquik kakaóport, jó? Láttátok Luka Pantera Twitterét? Azt a mindenit! Itt is kim van én nála. Menjétek oda a profilomba, és ott van. Ott a Twitternek a linkje. Gyorsan menjetek! Itt van fönt. Az én izét, rámész a profilképem alatt van. Ott a Twitter link. Gyorsan. És onnit átmentek az OnlyFans-re, és tudtok vásárolni videókat. Én van, de pénz. Nálam is kim van a Twitter link, meg a Timiné is kim van a Twitter link itt. Ott van, ahogy belemész az adatlapunkba, ott van alul.
Egy másodperc és már is jó. Törgetek. Nem nagyon is tudod, hogy csak megvárlak. Mármint betartostam a kicsi a hajam. Már már gránya. Egy percet tudsz várni. Mindjárt jön a Timi gyerekek. Ez már itt a Timié lesz. Mondom, maradt még neki egy ilyen 8 palacsintára való kávé. 1, 2, hát inkább 4-5. Nem hagyjál itt szerelmem. Hát megyek cigizni szerelmem. Mi az a találom? Na, tessék szerelmem, hogy menjek egy cigire, jó? Mosogtam bele. Viszont, amelyre szeretnék menni. Ez a találó életem, nem az enyém. Jó, tudom, de figyeljed, jó? Figyelem. Mostantól hamar. Na, sziasztok! Most mi van? Mit kell csinálnom? Köszönöm szépen, sziasztok, sziasztok! Köszönöm szépen! Na? Ha jó a tészta, van tartása, akkor fel tudom majd dobni, ha nem, akkor nem. Mindig azon szokott múlani. Köszönöm szépen, köszönöm! No. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Úrról itt a telágódban nagyon sok a negatív. Nálad nagyon sok a negatív. Tudom, hát én nem foglalkozok vele. Nálam nem, hála Isten. Mondjuk engem, ha bár nem is néznek 900-an, már csak ilyen 2-300-an. Úgy egyébként észrevettem, amikor ilyen nagyon magas a nézettség, akkor ott a negatívok is előjönnek. Hát hogy jöjjenek, én nem foglalkozok vele. De hála Isten, azt mondták, hogy fiat, Timi, mi zújzél? Ja, persze, szeretnek téged. Az én live-omba is. Itt a szőröspina is. Azt mondom, hogy a szőröspina, ugye egyes emberek, tudod, akik a live-omba bejárnak, a normális emberek, igen. Majd csinálok friss vizet is, mert itt is majd lesz mit. Ezt kell
Még egy, kettő, három darab van, azt utána töltöm őket. Azt is mutatom, jó? Nem adok úgy csak senkinek modellságot, gyerekek, mert volt már ilyen, hogy adtam modellságot, azt tiltogatták kifele az ajándékozókat is. A modellságot azt ki kell érdemelni. Sziasztok, sziasztok! Mész te menni félre? Nem. Megcsaltam a Brigit. Mondjátok meg neki, megcsaltam. Mondjátok neki, sajnos meg kellett, hogy csaljam. Úgyhogy nem megyek. Nem megyek be. Vagy nem megyek ki hozzá. Sajnos, úgyhogy mondjátok meg neki, ne is várjon. Nem küldte alapból a repülőjegyet nekem. Úgyhogy így sajnos nem tudok kimenni hozzá. De mondjátok meg neki, puszilom, kitartás, majd lehet egyszer kiugrok hozzá. Sziasztok, sziasztok mindenkinek, aki most csatlakozott, itt vagyunk 700-an gyerekek. Mindenkinek kellemes hétvégét, stb. Sziasztok! Köszönöm, Izike! Köszönöm a súlyosan, kívánok mindenkinek előre is! Köszönjük szépen, Emilla, nektek is és mindenkinek! Köszönöm szépen, Adrián! Hát egy ilyen 20 pár darab palacsinta. Nutellás lesz, meg vegyes lekváros. Vagyis vegyes? Hát vegyes, igen, vegyes. Vegyes gyümölcs lekvár. Ezt szeretem, ezt a spárosat, mert ez kibaszott finom. Meg ugye nutellás lesz. Persze. Nálunk nincs ilyen, hogy nagy péntek, meg kis péntek, meg ilyen. Ugyanolyan nap, mint a többi gyerekek. Itt nincsen olyan, hogy kis péntek, nagy péntek. Ez egy ilyen idióta hagyomány, gyerekek. Csak addig, amíg sütöm a dolgokat. Szemem alá, a szemem ezt a szart, jó hideg. Ezt kell. Jó hideg, úgy most lesz, jó. Még ez a fáradtságot, mert minden megszűnt a szemem alá. Most már kisütöm, még van a kettő. Most kötött? Persze.
Te így csak a kajához értesz. Én mindenhez értek. Mit szeretném, mihez értsek? Nem, hát én csak a palacsintát csomom, Timi meg majd jön élőbe, azt csinálja a pásztortalhonyát. Igen. Timi köz, nagyon szóltuk, én csak a palacsintát csináltam meg. Hát már 3 napja ígérem, hogy palacsintát csinálok. Megbeszéltük, nem vagy? Mit csináltok ma? Hát most sütöm a palacsintát, Timi után megcsinál az ebédet, kajálunk, kicsit pihenünk, azt a jó idő. Nem pihenek. Te nem pihensz? Én tudtam az egész gyomromat. Palacsinta recept, 2 tojás, csipet só, 2 vaníliás cukor, kristálycukor, egy kicsi szódabikarbóna és mokkás kanálnyi olaj, ezt az egészet összekevered, és utána mehet bele a liszt, 2-3 deciliter tej, meg szóda. Menj a lábam, köszönöm. Egy a lényeg. Ezért meg szerelmes belém, bazd meg. Tenerife-i Birgi bazma. Belém szeretett bazma. Na, most mondja erre valamit. Szerelmem. Úgyhogy itt vagyok, előkészültem teljes mértékben. Nektek is kellemes ünnepeket. Nektek is. Menjék kis kutyámba, jó? Sziasztok, sziasztok! Sziasztok! Már nem sok van, ahogy nézem. Palacsinta. Én most annyira nem kívánom. Köszönöm, menjél be Májlomba, Daisy. Menjél be, jó kis kutyám. Nem, baszakodik. Menjél befele, jó? Pásztortarhonya lesz. Ezt miért nem rakod vissza rá szerelmem? Ez már annyira idegesít engemet, bazd meg.
ez, hogy ezt be kell raknom moderátornak, bassz meg ezt a belest. Én már nem reagálok a negatívumra, abszolút. Nem reagálok velük. Nálad nagyon sok volt. Ha visszareagálsz rájuk, és adjad. Sziasztok, sziasztok! Nem is ég a gáztűzhely. Tényleg nem ég, bassz meg. Ez hogy lehetséges? Napfénybe süti. Igen. Igen. Amúgy. Köszönjük. És folyamatosan azt írják be, hogy béres. Szerintem ők béres cseppen vannak, nem? Béres cseppen vannak. Nem foglalkozom velük igazából. Nagyon sok a rossz indulatú, de vele foglalkozzatok, pozitív emberek. Mi ezt elengedtük. Sajnos mindenkinek a lábjában van negatív ember. Ebben nem tudunk, ebben élni kell sajnos. Ezekkel élni kell. Jók a karkötői díjjel. Köszönöm szépen. Valóban úgy csinált, mint a ők emlék. De esküszöm. Mint ha ők sütnék, az előbb mondják, írták nekem, ezt úgy fel fogod karcolni a teflont. Ha mondom, akkor emlékezt veszek 10 000-ért, megint egy tefát, hát balszom nektem. De miért foglalkozol ezekkel? Én besorolom. Igen, palacsinta, igen. Nem látod, hogy én nem is foglalkozom velük? Nem... Jaja, jó, nutellás lesz, lekváros lesz. Energiám, de majd úgy is mutatom, hogy töltöm meg minden, úgyhogy... Mert ez úgy is megy fel a YouTube-ra. Igen? Persze, felrakom. Kell egy palacsintát? Nem is hallottam. Van olyan, hogy kell egy palacsinta? Biztos van. Mennyi van még? Hát még egy kettő van még, azt kész is. Ezen kívül még kettő lesz. Egy kicsivel több, mint fél kiló a Mr. Nincsenek voltak benne moderátorok, nem tudom, hova lettek. Hát jó idő van, tudod, kim vannak a szabadban, stb. De nem foglalkozok a negatív emberekkel, csak a pozitív emberekkel. Amúgy ma ünnep van, megfőzök, mi is a szabadba tölthetnénk a magyar. Jó, elmehetünk valamelyre. Elmehetünk valamelyre. Nézd meg, milyen pöttyös. Már jó, biztos, hogy ról jó. Pöttyös. Szeretem, amikor pöttyös, de próbálj oda koncentrálni, jó? Ja, én ide koncentrálok. Az jó vastag, gyerek, az. Dehogy lesz vastag. Most ezt kitanalazgatni, nézd csak, látod? Nem vastag. Azt jó, hát akkor azt meg te fogod megelni, nem szeretem a vastag palacsintát. A boki jött volna kettő. Dehogy is, csak te látod. Ja, jó van. Akkor meghalom. Ja, dupla palacsinta, amúgy. Fél megvírják a sok, nem? Amúgy nem sok. Milyen ásványok a karkötőid, amik pont hozzám passzolnak. Ötlet volna belőle 10? Szerintem egy 15 biztos kérdele. Egyetértek. 10-15 darab kijött volna. Még amúgy. Most tényleg nem rossz volt szerelem. Nagyon szeretem. Jó. Leszívja az izét. Ezt az internetről rendelte. Igaz is. Na ugye ezt az egyet már kisütöm. De miért? Hagyd most meg a kezedet, bazdmeg, már oda tüsszentettél. Utána én már úgyis megyek a telefonra. Írják, hogy egészségedre. Ezt magának csinálta. Nem tervezünk semmit. Semmilyen gyereket nem tervezünk. Jó, ez a palacsinta a tiéd lesz.
Ez már lassan izé, bodag lesz, bazd. Ebből még kettő kijöhetett volna tényleg. Hallottátok? Ez a Timié lesz, gyerekek. Hol voltunk múltkor? Mikor lementünk arra a szép helyre? Tihany. Tihanyba voltunk. Nem nézhet. Az piskoltam. Ez vastag lett, ja. Majd ez majd a Timié lesz, ezt külön is rakom, gyerekek. Esküszöm, külön rakom. Ez majd a Timié lesz. Amúgy nem vastag, ahogy pörgetem. Köszönöm, köszönöm. Fati, köszönöm. Minek pörgeted? Én szoktam így pörgetni. Ti nem szoktátok amúgy így pörgetni? Köszönöm a TikTok jelet, köszönöm. Palacsinta, palacsinta készül, nutellás, lekváros, de majd mindjárt mutatom, hogy töltöm. Mint a gyerekek bőven. Meg azt rakom majd aldóra. Jó, de nem most, mert én még itt töltögetem a palacsintákat. Jó, csak mondom. Azt tisztad akkor, mert oda fogod támasztani. Azért jó, hogy az ember tisztaságba főz, felnapodod, nem hagysz nekem pillát. Meg tudod, ahogy nekem fel kell, hogy vágj, mert... Tudom, már a szempillát kihullik. Mi? Mi? Ja, én nem mondtam. Én nem mondtam. Na, átrakom ide, jó? Átrakom ide. Itt a palacsinta. Veszek elő lapos tányért. Szépen. Esetleg csinálok lekvárost. Egy sor lekváros, egy sor nutellás. Jó,
Jó kis palacsinta, lekváros. Nem szabad sajnálni a tőteléket, gyerekek, már most vagy palacsintát eszünk, vagy semmit nem eszünk. Értitek? Jó kis parancsunk. Pásztor tarhonya. A Timi is élőben van már. Na most jön a nutellás. Most jön a nutellás majd. Ez hidratáló. Aloe vera, argán, meg Hiúrólamos lófasz. Cukki nyuszi fejed van. Köszönöm. Hol? Cukkendáros, és a nyugas a fejed. Igen, a fáradtságtól ezeket a táskákat, a szempukhatást, hidratál. Sziasztok! Nagyon látom, jól van, itt vannak a drága moderátoraim. Köszönöm szépen! Köszönöm a bekövetéseket! Köszönöm! Nézi, tényleg ne itt fulladozzá! Könyörgöm! Bazd meg, hogy a sima vízivásban megfullad a kutya, bazd meg. Imádom, szeretem, de komolyan mondom, némek, ó, direkt teszi magát ám amúgy. Jövök a hálam. Hogy vagy? Köszönöm szépen, jól. De ne itt légy szíves, szerelmem. Menjél be addig, légy szíves, köszönöm. Most mi itt teszek te is magadat? Amúgy. Kicsit hagyni szoktam rajta. Ja, csak nem. Most rakom a második sort.
sziasztok, sziasztok! Palacsintevő rekordot akarsz dönteni? Nem. Én nem tudok olyan sok palacsintát enni. Sziasztok, sziasztok mindenkinek! Készül most a nutellás palacsinta, utána megint a város. Sziasztok, sziasztok! Ez mind benyomod az összeset. Az összeset be fogom nyomni, de úgyis. Utána megint jön a lekváros. Álltok, ez a megmosom a tovább. Most jön megint a lekváros. Szerintem ez már lehet lekváros lesz. Már kakaó az nincsen, azt nem vettem. Drága a Nesquik. Jó, nem esik le, basz. Sziasztok, sziasztok, aki most csatlakozott.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 8, na, ugye ezt felrakom YouTube-ra. Na, úgyhogy kész a finom palacsinta, egyet eszek, azt akkor utána el is köszönök, jó? Mert mindjárt lemerülök, azt utána jön a Timi majd főzni, hogy menjetek át a Timihez. Menjetek át a Timihez. Istene. Csók mindenkinek, később leszek. Sziasztok!